Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, bátorítsuk egymást és buzdítsuk énekmondással. Énekeljük a 318. dicséretünk első három versét. Foglaljuk el helyünket, és először azt a jó hírt hadd mondjam el, hogy itt a legelső sorban 11 darab szék üres. Szerintem, aki bejött, ezt nem láthatta, úgyhogy ha az átriumban bárhol szabad bejönni, itt legelől 11 darab szék végig üres. És most pedig a 328. dicséret verseit énekeljük, mégpedig úgy, hogy a kórus fogja énekelni a második és a negyedik verset, vagyis mi kezdjük a páratlan verseket a gyülekezet, és majd a végén pedig együtt. Thank you.
Istenünk igéjét hallgassuk meg Lukács evangéliumával, a második fejezetből az első 14 verseteképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénausz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Fennállva szóljunk az Úrhoz imádságban. Mindenható Úrunk, szentséges Isten, hálát adunk neked, hogy te úgy intézted a történelemnek a folyamát, hogy Jézus akkor és ott született meg, ahol te akartad. Köszönjük, Urunk, hogy te Úr vagy a történelem felett, köszönjük, hogy te Úr vagy az idő felett. És köszönjük, Urunk, hogy a mai napon is úgy intézted az eseményeket, hogy itt lehessünk együtt, egy testként, egy gyülekezetként. Köszönjük, Urunk, neked a szent testének az örömét, a szent időt, amikor a te fiad eljött ebbe a világba. Köszönjük, Urunk, hogy erre emlékezhetünk, de nem csak emlékezhetünk, hanem szólni is kívánsz hozzánk. Ezért kérjük most a te szent lelkedet, hogy jöjj el hozzánk, hogy ne csak testben, hanem lélekben is jelen tudjunk lenni. Ki tudjuk nyitni a mi szívünket arra, hogy meghalljuk a te hangodat a mai Isten tiszteleten is.
Tiéd dicsőség, Szent Isten, menjen és földön, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! A Bibliolvasó kalauz szerint a mennyei jelenésekről írott könyvet olvashatjuk napról napra, és most én is onnan a mennyei jelenésekről írott könyv harmadik rész, hetedik és következő verseit olvasom. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Imé nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Imé, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Imé, megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az Istentől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Kedves testvérek,
esztendőről esztendőbe karácsony tájékán felfokozódik a szeretet éhség és az élet iránti igény. Felfokozódik, és talán többekben lehet, hogy nem úgy, ahogy Adi fogalmazta, lehet, hogy másképpen, de megfogalmazódik ez. Ő egyszer így írta, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lehet, hogy nem így fogalmazódik meg, lehet, hogy ki sem mondtad magadban, de ilyenkor különösképpen ott van mindenkiben a szeretet iránti vágy. Oly annyira, hogy sokan félnek is a karácsonytól. Félnek, mert esetleg egyedül kell ünnepelni. Félnek, hogy nehogy elrontsuk, mert hát legalább akkor legyen szeretet közöttünk. De felfokozódik így karácsony tájékán az élet iránti igény is. És amikor a Jelenések könyvéből a filadelfiai gyülekezethez írt kis rövid levelet olvastam, készülve a mai szolgálatra, akkor fölidéződött bennem egy jó néhány évtizeddel ezelőtt látott színdarab, az Élet vize a címe ennek a darabnak, és ez a darab röviden arról szól, hogy van egy bizonyos király, aki már kicsit köszvényes, már az évek, évtizedek kicsit elteltek, aztán ennek a királynak nagy vágya, hogy az élet vizét kéne megtalálni. Fölfogad valakit, hogy kutassa, és próbálja meg előállítani az élet vizét. És aztán, hogy sikerül-e, vagy nem sikerül, ez egy másik kérdés, de kiszivárog a hír, és innen kezdve felbojdul az élet a palotában. Mert ennek az idősödő, beteg királynak van egy ledér, fiatal felesége. Aztán a királyi udvarban természetesen ott van a fia is, aki hát nem éppen méltó, hogy majd átvegye az ország vezetését, vagy ott van a hataloméhes hadvezér, ott van a pénzéhes pénzügyminiszter, és sok mindenki más, ahogy egy ilyen darabban lennie kell, hogy úgy reprezentálja a társadalmat. Ez a komikotragédia megdöbbentő módon hozza elénk akár a mi világunkat is. Hiszen folyik a kutatás, és elindul a nagy küzdelem, hogy megszerezni az életvizét. És nem sorolom tovább a darab részleteit, majd valahol a vége felé, amikor látja ezt a küzdelmet, ahogy különféle módon, tisztességes és tisztességtelen módon szeretnék megszerezni az udvarban lévők az élet, az örök élet vizét, amikor a király mindezt látja, valahol ott a darab vége felé egy monológia is lesz, ahol elkezd arról beszélni, minek is nekünk az örök élet vize. Hogy én ilyen köszvényesen örökké, ilyen betegen, meg ilyen házastársal, aki kicsit ledér, meg ilyen munkatársakkal, ilyen emberekkel, ahol itt mindenki egymás ellen ármánykodik, minek is nekünk az életvize? A darab nem ad megoldást. Legalábbis szerintem. De nagyon szépen ábrázolja mindazt, ami ott van az emberiségben már évezredek óta, és amire nem nagyon találja a választ. De újra és újra ott van tehát a szeretet iránti éhség, igény, de ez végképp széthullik, hogy az életvizét megszerezzük, és ott tülekednek. És ott van az élet iránti igény, csak
ilyen bűnösen, ilyen gazember módon, ezt akarjuk mi örökké kiterjeszteni? Hát lehet, hogy nem is kell nekem annyira ez az életvize. Pedig, hát a király fogadta föl a mágusát, hogy találja meg, dolgozza ki az életvizét. Nem nagyon van válasz a darabban. Inkább csak bennünket mutat be. Azonban a felolvasott bibliai szakasz a filadelfiai gyülekezethez írt néhány sor, úgy gondolom, ad választ. Így szeretném összefoglalni, mert így olvastuk, és ennek a mostani igehirdetésnek lehetne ez is a címe, szeretlek téged, mondja az Úr. Én szeretlek téged, filadelfiai gyülekezet, bár nem vagytok tökéletesek, bár nehéz körülmények között éltek, olykor üldözések között, mint ahogy napjainkban is sok millió keresztény üldözésnek van kitéve világunkban, megdöbbentő módon a kereszténység a legüldözöttebb vallás ma a 21. században. De volt ilyen már a történelemben. A filadelfiai gyülekezet is komoly támadások között kellett, hogy hitében helyt álljon. Szeretlek téged, mondja az Úr. Hát ez az, amire vágyik a mi szívünk. Szeretném, hogyha szeretnének. És az isteni szeretet három területét szeretném megfogalmazni, hangsúlyossá tenni a felolvasott bibliai szakaszunk alapján éppen szenteste. Mert szenteste hajlunk arra, hogy Lukácshoz hasonlóan, ahogy hallottuk az előbb az evangéliumi beszámolót, egészen tévés nyelven szólva, közel képet adva, ráfókuszálva jászol bölcsőre, beszéljen az isteni szeretetről. Bár ő sem feledkezik meg arról a történelmi összefüggésről, amikor és ahol mindez történik. De most lássuk Jánoshoz hasonlóan. János evangélista evangéliumának az első fejezete így szól, így indul el, kezdetben. Ahogyan Mózes első könyvében is, kezdetben teremtette Isten. Kezdetben volt az ige, olvassuk Jánosnál. Nos, szeretlek téged, olvashattuk, hallhattuk az előbb. És ez megsimogatja a mi lelkünket, hogy az Úr szeret téged is. Legyél fiatal, vagy voltál fiatal, legyél egészséges, vagy talán most betegséggel küzdő, az Úr szeret téged. Ez az evangélium, ez a jó hír. Csak itt megint megállunk. Mert biztos, hogy vannak, akikben átvillan a gondolat, szeret, akkor miért vagyok beteg? Szeret, akkor miért vannak nyomorúságok? Szeret, akkor miért van háború? Szeret, akkor miért üldöznek keresztényeket a világban? Valóban szeret? Három vonulatot szeretnék aláhúzni a felolvasott bibliai szakaszból. Először valóban menjünk vissza a Szentírás első könyvéhez, szinte első lapjaira. Ott, az Édenben, a bűneset történetéhez. Mert azon túl, hogy szeretetből teremtett, formált világot, és ajándékozott meg bennünket élettel, hogy elhelyezett bennünket az Édenben, hogy elénk adta a választás lehetőségét, és nem automatának teremtett bennünket, hogy semmi más ne tudjunk tenni, mint csak az Istent magasztalni, akarva, akaratlanul, hanem szabad döntés alapján szív szerint magasztaljuk őt, mindezen túl, hiszen ez is az Isten szeretetének jele. Mindezen túl most mégis
Én talán egy kicsit megdöbbentő része szeretnék emlékeztetni. A bűneset után, a hitetlenség, engedetlenség után kiűzetik az ember az Édenből. És ez is az isteni szeretet. Kiűzetik. Miért? Miért zárul be az életfájához vezető út? Mert az is ott volt a kertben. Nem csak a jó és rossz tudásának a fája, azaz, hogy az erkölcsi döntés, hanem az életfája is. És bezárul az út. Villogó lángpallosokkal a kérubok odaállítatnak. Egyelőre nem mehet oda az ember. Pedig azóta nagyon-nagyon vágyunk rá. Lehet, hogy életvizének fogalmazta meg a darabírója, lehet, hogy másképpen beszélünk róla, de vágyunk az életre. Mégis bezárul az út. És ez is a szeretet jele. Erről olvastunk, a filadelfiai gyülekezetet is, és bennünket is, az a szent igaz, azaz az Úr szólít meg, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárhatja be, és amit bezár, senki nem nyithatja ki. Az is a szeretet jele, amikor az Úristen egyszer azt mondja, hogy ezt itt bezártam, ezt nem lehet. Persze mi gyakran felnőttként is olyanok vagyunk, mint a gyermek, hogy amikor a gyermeknek azt mondjuk, hogy ezt nem, amikor bezárunk egy ajtót előtte, hogy abba a szobába egyedül ne garázdálkodjon, akkor ő föl van háborodva. Mi az, nem szeret a szülő? Pedig az is a szeretet jele. Amikor meggondolatlanságainktól és nagyobb vétkeinktől zár el, abban úgymond megakadályoz az Úr. Miért zárja el? Azért, hogy megválthatók maradjunk. Hogy megválthatók. Az örök élet útja addig nem nyílhat meg előttünk, amíg a bűneink kérdése nem rendeződik. Amíg a bűneid nem rendeződnek. Ezért mondtam, hogy három lépcsőben szeretnék szólni a felolvasott szakasz alapján. Bezár. Kezdődik itt az Édennél, ahol egyelőre, egy időre elzárja az élet, az örök élet fáját, útját előlünk az Úr. És amit ő bezár, azt mi nem tudjuk kinyitni. Küszködhetünk, képzelhetjük, hogy tudományunkkal megváltjuk a világot, képzelhetjük, hogy pénzünkkel és hatalmunkkal majd mindent megoldunk, éppen az élet nagy kérdéseit nem tudjuk megoldani. Bezárja az Úr, mert szeret bennünket. Ez is az ő szeretetének jele. De, és itt egy pillanatra meg kell állnunk, de előtte a szabadító ígéretét adja nekünk. Nem hagy reménytelenségben bennünket, hogy jön az asszony magva, jön valaki, aki emberi formában jelenik meg ebben a világban, és benne és általa jön hozzánk közel a megváltó szeretet. És miután ezt az ígéretet, hogy ezt ő, az Úr fogja megtenni, megadta, akkor egyelőre bezárta. Szeretlek téged. Hangzik bibliai szakaszunk kulcs kifejezése. Másodszor mit is jelenthet ez? A felolvasott bibliai részünk ezt is tartalmazta. Nyitott ajtót adtam eléd. Ugyanaz a szent és igaz Úr mondja, aki amit bezár, az zárva van, és azt nem tudjuk kinyitni. És amit ő nyit ki, az meg nyitva van, és senki nem tudja bezárni. Legfeljebb mi magunk számára elutasíthatjuk. Nyitott ajtót adtam eléd. És akkor az írást ismerőknek eszébe juthatnak ilyen szakaszok, mint a Filippi levélben,
hogy Jézus noha Istennel egyenlő volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lett kivéve a bűnt, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Vagy eszünkbe juthat, és talán tudjuk is kórusban mondani, úgyhogy próbáljuk meg, ahogy Jézus maga megfogalmazta Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetés idején, és a János Evangélium a 3. rész 16. versében van ez megírva, és innen kezdve sokan tudjuk, úgyhogy kezdjük mondani az Isten szeretetének nagy üzenetét, summázatát, mert úgy szerette Isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élettel legyen. És eszébe juthat az írást ismerő embernek az is, ahogy a testélet isteni szeretet, Jézus mondja önmagáról, amikor azt mondja, én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, vagy megy ki, az talál legelőt, az lesz biztonságban. Jézus az ajtó. Ajtó vissza az atyai szeretetbe, az atyai házba, mert ő az, aki amit bezár, az zárva van, és mi bárhogy próbálunk ügyeskedni, nem tudunk átjutni, és ő az, amit kinyit, az nyitva van, mert ő benne és ő általa békülhetünk meg az örökké való Istennel, és Jézus által nyílik meg az örök élet útja, az üdvösség útja, és ezt ő kinyitja, és ezt senki más nem zárhatja be. Elvehetnek mindent tőlünk. Nagyszerűen eszünkbe juthat Luther éneke, 390. dicséret is. Hitves gyermeket, mindent elvehet a világ, vagy annak egy része. De amit az Isten készített, az örök életet, azt nem. Ez szeretetének második nagy mozzanata, amiről szerettem volna szólni, mert kegyelemből hitáltal lehet ez a miénk, amit kinyit előttünk, hogy azt hittel elfogadjuk, és Krisztust követve legyen a miénk, amit az Isten nekünk készített. És a mai újszövetségi igénk harmadik nagyon fontos üzenete, szeretetének harmadik nagyon fontos mozzanata, amit pedig így olvastunk, hogy eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Eljövök hamar, hiszen igazán mi ebben a második adventben élünk. Mi a már győztes Krisztust várjuk, a visszajövetelét várjuk. Esztendőről esztendőre ünnepi rendünkben, így karácsonykor a testélételt csodáljuk, imádjuk, és ez erősít meg minket. De az, aki bezár és aki kinyit, mert neki adatot minden hatalom menjen és földön, az azt ígérte, eljövök hamar, visszajövök. Mert azt akarom, hogy ahol én vagyok az Atya jobbján, ti is ott legyetek, mondta egykor Jézus tanítványainak. De addig, mi kísértések között, próbák között is élünk. De addig, gyakran gyengék vagyunk. Lehet, hogy testben erőtelenek. Addig éljük itt a 60-70 vagy 80 esztendőnket, amit nekünk adott az Úr. Nem vesz ki ebből a világból, de meg akar őrizni a gonosztól. Hogy mi itt Krisztus követőként éljünk ebben a világban, az ő szeretetéből, azzal a biztos reménységgel, hogy ő visszajön. Az jön vissza, aki elment, hogy helyet készítsen az őt szeretőknek. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberértelem meg sem gondolt, olyat készítsen az őt szeretőknek. Tartsd meg, ami nálad van.
és a kísértés órájában megtartalak, hangzik a bátorító üzenet. Koronádat nem vehetik el, bár sok mindent el fogunk veszíteni, olykor elvesznek tőlünk, meg itt hagyunk ebben a világban. Szeretett testvérek, eljövök hamar, bátorította egykor ott Kis-Ázsiában, Filadelfia városában élő maroknyi Krisztus követő közösséget az Úr, és bátorítja az azóta is Krisztus követés útján járó milliókat. Így bátorít bennünket ezen az estén is. Szeretlek téged, ennek nagyon fontos mozzanata az ige testté létele. De bibliai szakaszunk éppen az egész isteni szeretetet adja elénk, amiben van olyan is, hogy bezár, hogy nem úgy történnek dolgok, ahogy mi szeretnénk, és bárhogy ügyeskedünk, és bármennyi pénzt költünk rá, mágusaink sem tudnak segíteni. És benne van, hogy megnyitja, hogy hittel elfogadjuk. És benne van, hogy egykor eljön értünk, hogy a színről színre látás világának csodájában élhessünk. De addig legyen erőforrás számunkra, azt mondja az Úr, szeretlek téged. Nem azért szeret bennünket, mert nagyszerűek vagyunk, mert tökéletesek vagyunk, vagy legalábbis különbek vagyunk, mint mások. Nem ezért szeret. Nem a mi érdemeinkért. Szeret bennünket. Egykor ott, Filadelfiában élőket, vagy itt Debrecenben, vagy a Kárpát-pedencében, vagy szerte a világon bárhol élő Krisztus követőket. Legyen tehát erőforrás a mi számunkra, és bátorítás, és a karácsony erősítsen meg bennünket ebben az isteni szeretetben, amely tehát nem mindig úgy cselekszik, ahogy én szeretném, de attól az még szeretet. Lehet, hogy most nem értem, de majd meg fogom érteni, ahogy ezt Jézus mondta egyik tanítványának annak idején. Szeretlek téged, ez az örök élet bizonyosságát adja, és így élhetek ebben a világban. Az életvize nincs a hatalmunkban, nem tudjuk megszerezni, de kegyelemből hitáltal ajándékként az örök élet a miénk lehet. Legyen tehát bátorítás, és így erősítsen meg bennünket, hogy megtartsuk a hitet, hogy hűségesek legyünk a Krisztus követésben, hogy merjük megvallani a mi hitünket, hogy merjük gyakorolni szeretet közösségben, a gyülekezet közösségében, mert az Istenhez való megtérés az ő népéhez való megtérést és ragaszkodást is jelenti. És így megtudhatják mások is, ezt olvastuk, hogy szeretlek téged. Kedves testvérek, Isten városának látomása, ahogy itt olvastuk, adjon a hűséges élethez újabb erőt, bátorítást, segítsen a tőle kapott szeretet tovább adásában. Legyen így áldott az ünnep. Az Úr azt mondja neked, szeretlek téged. Legyen a mi válaszunk az, szeretlek téged, Uram, követlek téged. Amen.
fejünket meghajtva imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk, hogy egymásnak ajándékoztál bennünket, családban, rokonságban, nemzetben. És magasztalunk téged, hogy kegyelmes szeretetedből és akaratod szerint gyülekezetet hívtál ki a világból, és megajándékoztál a hitben testvérekkel. Hálát adunk, hogy karácsonykor, amikor különösen felerősödik bennünk a szeretet iránti vágyakozás, akkor, amikor megerősödik sokakban a segítő készség is, akkor te megszólítasz, és irántunk való szeretetedet hirdeted számunkra. Megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy olykor nem értjük, hogyha szeretsz, miért sújt vesződ, próbatételed bennünket. És megvalljuk azt is, hogy gyakran csak napi dolgainkban akarjuk látni szeretetedet, az egészségben, munkáinkra kapott áldásban, a szerencsés hétköznapokban, vagy ünnepekben. Segíts, Urunk, hogy kegyelmedet lássuk, hogy üdvözítő szeretetet fölragyogjon nekünk, hogy az örök élet bizonyossága erőforrás legyen napi küzdelmeinkben, feladatainkban, magányos vagy családi közösségben telő hétköznapjainkban, ünneplésünkben. Segíts, Urunk, hogy a Krisztusban adott nyitott ajtón, országodba belépve, akaratodat cselekedve, éljünk békességben, örömben, egymás javára és a te dicsőségedre. Segíts meg, hogy hozzád és a te népedhez ragaszkodva erősítsük egymást is a hitben, a szeretet jó cselekedeteiben. Urunk, könyörgünk mindazokért, akik az élet értelmét keresik, és talán ezekben a napokban különösképpen rájuk telepedik a magányosság, hogy felét fordulva nálad és általad ragyogjon föl számukra a hozzájuk is lehajló üzenet, a te szereteted. És könyörgünk mindazokért, akik szeretetben, örömben, családi közösségben ünnepelnek ezekben a napokban, hogy megerősödjünk az egymás iránti szeretetben. De segíts, hogy még inkább megerősödjünk a te irántunk való szeretetedben. Könyörgünk így városunkért, nemzetünkért. Könyörgünk a hitben testvérekért szerte a világon, hogy az ünnep, ezek a napok még inkább segítsenek. Segítsenek sokakat felét fordulni. Segítsenek bennünket a hitben megerősödni. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a Krisztusban bűnbocsátó szeretettel szeretsz, hogy örök életet készítő irgalommal hívsz, és köszönjük, hogy szeretetedből erőt merítve lehetünk tanúi a te világ iránt való szeretetednek. Áld meg ünneplésünket, hogy így, megerősödve a szeretetben, árasszuk tovább, amit tőled kaptunk, a te dicsőségedre. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És nem így minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljes szívvel és lélekkel, hogy őrizze meg lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Szeretett testvérek, bátorít bennünket és tanít a jó cselekvésében a Római Levél 12. fejezetéből az ige. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengétek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, és gyakoroljátok a vendég szeretetet. Szeretettel hirdetem, hogy holnap ünnep első napján 20:30 és 22:30 megterítjük az úrasztalát, és szeretettel hívunk mindenkit, hogy úrvacsorai közösségben ünnepeljük együtt Isten hozzánk lehajló szeretetét. Ünnep második napján délelőtt 20:30 lesz Isten tisztelet keresztelésekkel. Mostan Isten tiszteletünkön a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2/5 éves hallgatója is szolgált, Püski Eszter igeolvasással, és Víg Tamás, aki egyúttal az ünnepi legátus is gyülekezetünkben imádsággal. Kívánom munkatársaim nevében is, hogy legyen áldott a karácsony kinek-kinek, családi közösségében, otthonában, és legyen áldott az ünnep a gyülekezet közösségében, hogy megerősödve ebben a szeretetben, feltöltekezve ebből a szeretetből tudjunk indulni az új esztendőben Isten dicsőségére élni és munkálkodni. Az igére emlékezzünk, töltsön el örömmel az örök élet ajtaját megnyitó isteni szeretet bennünket. És most magasztaljuk együtt a 326. dicséret verseivel a mi Urunkat, Istenünket.